A Bonyhádi rendőrkapitányság dicsőség táblájára minden esztendőben új fénykép kerül. Azoké, akit az évrendőre címmel tüntettek ki. Kőváry Szabolcs zászlós képe ugyan még nincs fenn a dicsőségfalon, de a kitüntetést már átvehette. Azt meséli, egész életében fontos volt számára a természet szeretete, és ez sok tekintetben meghatározta az életét. A természet az elsődleges legfontosabb, meg nagyon sokat puskáztam. Nem, és akkor elkezdtem gondolkodni, hogy miért puskázok én ennyit, meg anyuékkal is beszélgettünk ezekről, meg Isten nyugosztalja májad és apámékkal is. És akkor jött az első pózár, az a középiskola. Hova menjek, mit csináljak? És nem volt kérdés, mert például Pécsvárdon két szakot jelöltem meg, és ugye Palánkon is volt egy ilyen lehetőség, azt is megjelöltem, azt a rendészeti szakot. Sikerült is felvételt nyerni mindjárt Pécsváradra az első számú helyre, ami én azt mondom, hogy nagyon jó sikerült 4 év volt, ami plusz erőt adott, mert nagyon sok helyre elmentünk börtönökben látogatásokra. Nagyon sok alapból volt egy olyan tantárgy, amikor rendészeti ismereteket tanítottak nekünk, ami utána egyértelmű volt számra, mivel Pécsvárra mentem, utána megyek Pestre. Oda is sikerült egyből felvételt nyernem. Szerintem egyrészt azért is, mert az érettségi eredményem úgy sikerült, ahogy kellett. Így ugye nem kellett fönn már pluszba egy bizonyos részéből felvételizzek, csak a sport részéből, a fizikai részéből. És ezek után pedig jött minden egymás után, és ez alapjáton a határőrség lett volna a fontos számomra. De jött az integráció, és akkor ugye a rendőrséggel összeolvatta, hogy beolvasztották a határőrséget. És onnantól kezdve a rendőrség is kaptam ezt a lehetőséget ugye itt Bonyhádon. Elhagyták az iskola után, befejezése után, és én ide kerültem akkor 2008-ban. Mint minden tiszthelyettes, ő is járőrként kezdte a szakmát. 5 éven át teljesített itt szolgálatot. A legfontosabb, amit megtanultam ebben az időben, az a precizitás, mondja. Engem azóta is nagyon jellemez. Hál' Istennek olyan rendőri pályafutásában kezdőként nekem mentoraim voltak, akik sokat segítettek, és ők már akkor is elég precízen, és minden területében a rendőri szakmának tudtak nekem valami segítséget nyújtani. Fontos volt számomra az, hogy a kapott információt hogyan tudom feldolgozni és az egészet belemélyíteni az aznapi munkámba, ezt beletenni. És hát én nagyon gyerek vagyok, ami most a jelenlegi beosztásomban fontos, én úgy gondolom. Én néha azért szeretek otthon is elmélkodni, hogy most a következő szolgálatban hogyan és mint, tehát felkészülni a következő napokra. Jelen pillanatban szolgáltirányító parancsnok vagyok itt a Bonyhádi Kapitányságban. Ez nagyon sok embernek lehet úgymond pontosabb, hogy ügyeletes, mivel ez 7 éve kezdődött ez a tevékenység irányítási rendszer, és akkor felajánlották nekem az akkori vezetés, hogy ezt a beosztást én megkaphatom, és meg is kaptam, ennek nagyon örültem, ezzel foglalkozom jelen pillanatban itt a kapitányságon. Amikor elvállaltam ezt az egészet, akkor én saját elméleti síkon és gondolatomban nem is mondtam ki nagyon sokszor, én azért vállaltam el, mert ezzel a szolgáltatói tevékenységgel az adott, hogy ki is mehetünk közterületre. Régen az ügyeletes mindig benn volt. Viszont mindenkünk alapjáton is megvan írva az, hogy a szolgálati óránknak a 4 órát kint kell tölteni, de tudunk többet is kint. És nekem ez nagyon fontos, hogy szintén ugye még mindig kint a természetben, a közterületen kint legyek, mert számomra a közterületi tevékenység az többet jelent, mint itt bent lenni. Persze a munkámat nagy részében most már azt mondom, ilyen 60%-ban a belső munka teszi ki, de akkor is a közterület az a közterület. Meglepődtem, hogy én lettem az év rendőre, meséli. Óriási megtiseltetés ez számomra. És első körben elkapott az öröm, és egy kis könny a szemembe. Ezért 12 év után ezt megkapni, én nagyon örülök ennek a címnek, de úgy érzem, nagy felelősség is. Felelősség azért, mert a kollégáim eddig is úgy gondolom, hogy azért figyeltek és tisztelték, amit mondtam, és szerintem meg is hallgatták, de ezek után szerintem még fontosabb lesz az, hogy még odafigyelve, még jobban, és ennél még akaratosabban próbálja meg azt a dolgot én átvinni, ami az én szemléletem és az én elvárásom magamhoz is, a kollégáimhoz is, és az egész díjhoz.